Az Agrárcensus a népszámlálások után a második legtöbb ember bevonásával történő országos felmérés összesen 766 ezer gazdálkodót érint. Ilyen átfogó mezőgazdasági összeírás tíz évente hajtanak végre, a központi statisztikai hivatal munkatársai az árutermelő gazdaságokról gyűjtenek információkat. Így például megjelennek kérdések növénytermesztési jellemzőkről, az állatállományról, az ágazatban dolgozók kor és végzettség összetételéről, infrastruktúrális állapotokról, vagy éppen agrádigitalizációról. Az adatfelvétel jelenleg az internetes kitöltés szakaszában van, melyre a KSH előzetes administratív nyilvántartása alapján kérték fel a gazdálkodókat. Két szakaszból áll az összeírás, Egyrészt van egy online kitöltési szakaszunk, ez június 5-én indult, és egészen június 30-áig tart. Azoknak van lehetősége az online kitöltésre, akik mezőgazdasági támogatást igényeltek, őstermelő igazolványuk van, tehát valamilyen administratív nyilvántartásból van róluk információnk. Ezek információ, ezen információk átvételére egyébként a statisztikai törvény lehetőséget nyújt, hogy statisztikai célokra használjuk ezeket. Tehát ezeket a gazdákat kerestük meg azzal a lehetőséggel, hogy töltsék ki online a kérdőjüket, hiszen friss információnk van arról, hogy ők valójában mezőgazdasági tevékenységet végeznek. A KSH előzetes adatai arról árulkodnak, hogy országos viszonylatban évről évre csökken a gazdaságok száma. Az úgynevezett kiemelt gazdaságok aránya azonban növekvő tendenciát mutat szabolcs már bereg megye agráriumi jelentőségét jól szemlélteti, hogy az adatfelvételi címek 12%-a tartozik ide, összesen pedig 526 kiemelt gazdaságot tartanak nyilván. Az agrácenzus alkalmával a több mint 89 ezer kérdőívet fognak kitölteni, ebből nagyjából 44 ezeren élhetnek az online kitöltés lehetőségével ha megnézzük, hogy a megye gazdasági teljesítményének mekkora részét állítja elő ez az ágazat, akkor egy nagyon magas arányt, egy 11 ot találunk. Országosan ez jóval kisebb, egy 4 százalék. Tehát ez azt jelenti, hogy az ország gazdasági teljesítményének csupán 4 át adja az agrárium. Ha azt nézzük, hogy a megye mennyivel járul hozzá az ország egészének az agráriumi teljesítményéhez, akkor is egy nagyon magas, egy 8 os arány mutatkozik. Ezt annak tükrében tudjuk megítélni, hogy szabolcs már bereg megye népessége az országosból mindössze 5,7 ot képvisel. Ugyan a mezőgazdaság szerepe jelentős, az önkitöltési aktivitás egyelőre csekély szabolcs szatmár -Berekben. A keddi szerint az internetes válaszadással egyelőre csak az érintettek 8,7%-a élt, ezzel megyünk az utolsó helyen áll a listán. A KSA felhívja a figyelmet arra, hogy az online lehetőség biztonságos és gyors megoldás, ehhez pedig falugazdászok és az adatgyűjtő hivatal munkatársai is segítséget nyújtanak. Azokat, akik nem élnek az internetes kitöltés lehetőségével, a szeptembertől novemberig terjedő időszakban személyesen fogják felkeresni az összeírók.